A paksi atomerőmű bővítéséről pillanatnyilag annyit tudunk, hogy az elmúlt 40 év a legnagyobb üzlete, ezt Lázár János mondta, és Lázár János azt is mondta, hogy a kormánynak egy célja van, hogy az áram ára olcsóbb legyen. Hát ehhez képest én, akit eddig hallottam és olvastam ezzel a témával kapcsolatban, energia ügyel foglalkozó szakember, energia közgazdász, mindannyian azt állították, hogy a paksi atomerőmű bővítése után előállított energia ára, az mondjuk a normál energia, vagy a piaci, világpiaci áron beszerezhető energiaárának minimum a kétszerese lesz. Hogy ez így van-e, azt Vértes András biztos jobban tudja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szóval mitől lenne nagyon olcsó az, ami a szakemberek szerint meg nagyon drága? Most olcsó vagy drága? Ugye a mai, először is a GKI az foglalkozik ilyenekkel, nekünk van egy ilyen energia cégünk, mi elemzéseket végzünk ilyen témában, közvetlenül a paksi atomerőművel kapcsolatban is. Mi egyébként önmagában azzal egyetértünk, hogy Magyarországon alaperőműként atomerőművet kell használni, mert minden más megoldás a mi számításaink szerint... Na, de az már egy meglévő. Igen, egy meglévő, vagy később, mert ez lejár az üzemideje 2032-36 között a jelenleginek. Persze addig nyugodtan el lehetne menni, tehát semmi indoka annak a sietségnek, hogy ezt most 2023-25-re fölépítsük, de mindegy, 2032-37 között ez lejár, és akkor is a mi vizsgálataink szerint, és a ma ismert technológiai feltételek mellett, a ma ismert árak, kamatok, stb. Mellett az atomerőmű a legolcsóbb megoldás alaperőműként. Ebben nincs vita. Hát ugye abban viszont már vita van, hogy azért egy új atomerőmű milyen árszinten fog áramot szolgáltatni. Ha a költségeket valósan érvényesítik az árakban, akkor az a mostani árakhoz képest összehasonlító árszinten, tehát ez nem az infláció miatt, igen, 2,5-szer akkora árszintet ad körülbelül ki. Hát 2,5-szer drágább lesz, így van, az az energia, ez, mint a piacon. De ez nagyon egyszerűen megérthető. A mostani paksi atomerőművi árban természetesen egy nagyon-nagyon-nagyon régi beruházásnak az elemei vannak benne már, az amortizáció, hogy ezt a közösségtanban mondják, de ez már nagyon picike összeg. Ezzel szemben természetesen egy új atomerőmű, most az kerüljön akár 3000 milliárd forintba, akár 5000 milliárd forintba, teljesen mindegy, hatalmas tőkeköltségekkel rendelkezik. Azt ki kell termelnie, és nyilván azt elsősorban az első 10-20 évében termeli ki, ez egy természetes folyamat. Ezért is most olcsó nagyon nekünk a jelenlegi paksi atomerőmű, mert már kitermelte ezt. Akkor ez ennek következtében ez csacsiság, tehát ez teljesen kizárt. Akkor ez az üzlet bármilyen szempontból, az ár szempontjából, ön azt mondta, csacsiság, mások durvábban fogalmaztak, ár szempontjából az nem állja meg a helyét, hogy ettől lesz olcsó a magyar áram. A megépítését követő 10-20 évben, tehát akkor mondjuk 10 évig építjük, és meg 10-20 év, tehát akkor mondjuk egy olyan 20-30 évig biztos, hogy nem lesz olcsóbb ettől a magyar áram ára. Így van. Akkor milyen szempontból lehet ez egyáltalán jó üzlet? Ugye, hát ugye ezt én nem tudom megmondani. Amit ma lehetett hallani Lázár Jánostól, az a következő, ő azt mondta, hogy a 10 milliárd eurónyi hitelt az állam fogja fölvenni, ezt nem terhelik rá a paksi atomerőműre, ez nem lesz benne a paksi atomerőmű költségeiben, és ezért ő olcsón tud majd áramot szolgáltatni. Na tehát az állam mi vagyunk? Így van. Így van, tehát ez egy második csacsiság. Tehát Lázár János kizárt dolog, hogy nem tudja, hogy ha a magyar állam fölvesz 3000 milliárd forintnyi kölcsön, aminek mondjuk alsó hangon számolva van 5% kamata, tehát azért ő maga is mondott ilyen számokat ezen a tájékoztatón. Akkor még azt is ki kell termelni. Bizony, ez évi, ha ugye ez egy, tegyük fel, hogy 30 éves törlesztési időre kapja, ami egy nagyon-nagyon kedvező ajánlat, kétség kívül. Az is azt jelenti, hogy tőkeköltségként 100 milliárd forintot ki kell fizetni minden évben, és most nem számoltam euró-forint árfolyam mozgással, ami még egy külön probléma. Tehát ha most csak a mai euró árfolyamon számolunk, akkor 100 milliárd forintot kifizetünk évente törlesztésre, és egy másik 100 milliárdot körülbelül kamatra.
Tehát ez 200 milliárd forintos éves költséget jelent minimum, legalsó hangon ennél inkább. 30 évig? Igen, na most tudni kell, hogy sehol a világon még nem építettek olyan atomerőművet, ami tényleg annyiba került volna, mint amit az elején mondtak. Ez mindenhol a világon többe szokott kerülni. Tehát Magyarországnak, és még egyszer ugyanakkor megerősítem, hogy ez a legolcsóbb megoldás. Tehát én nem azt állítom, hogy ezt nem kell csinálni, de azt állítom, hogy ebből olcsó áram az elején nem lesz. Ha pedig azt hiszi az állam, vagy azt próbálja elhitetni, hogy majd ő ezt megfinanszírozza, akkor mindannyiunk adójából fogja megfinanszírozni. Ami a legrosszabb, az azt jelenti, igen, hogy mindenki az jár jól, aki adót csal, és az jár jól, aki minél több áramot fogyaszt. Tehát ez pont arra fogja ösztönözni a lakosságot, hogy bátran fogyasszon, mert nem az áram árában fizeti meg valójában a beruházást, hanem az adóban. Ez a legnagyobb butaság, amit egy ország tud csinálni. De ön a szakember, de amikor azt mondja, hogy mindenképpen, tehát ezek a költségek, meg tehát ez azért van, mert hogy újat építünk, de hogy még akkor is ez a legolcsóbb, így ilyen formában ez az állítása már nem igaz, mert hogyha, tehát nem vehetem azt, hogy ez már egy meglévő erőmű, mert nem. Egy új építendő erőműről beszélünk, hát elmondta, hogy ennek milyen költségei vannak, és milyen költségeket kell még pluszba kifizetni. Hogyha ezt veszem, hogyha ezt mind összeveszem, egy kalap alá veszem, és összeszámolom, akkor ez már nem egy olcsó energia ár, hanem ennél már a szélerőmű is olcsóbb. Nem olcsóbb. A mi vizsgálataink, nyilván ebben most nem fogunk tudni minden részt belemenni. A mi vizsgálataink azt mutatják, hogy Magyarországon a megújuló, úgy sajnos nekünk megújulókból nem nagyon áll rendelkezésre, a szél az nem egy állandó és erős lehetőség ennek a kihasználására, és ugyanez a helyzet az összes többi más, tehát például a nap erőművekkel. Ezért csak úgy lehet Magyarországon ilyen megújulókat építeni, hogy ezeket el kell tárolni. Tehát magyarul kétszer kell megépíteni az erőműveket. Meg kell építeni egy megújulót, és aztán valami tározót, mondjuk vizet valahova fölvinni, és ott leengedni, vagy ennek más megoldásait. És ez kétszer kell ugyanazt a kapacitást megcsinálni, ugyanezt a 2000 megawattnyi kapacitást. Ez borzasztó drága. De én abból indultam ki, azokból az árakból, hogy pillanatnyilag mennyi mondjuk az energia világpiaci ára, az elektromos energia világpiaci ára. A számítások szerint mondjuk egy ilyen 12 forint annyival számolhatunk világpiaci árat. Így van. 19, a legoptimistább számítások szerint is 24-26 forint kilovattóra áron tudna a paksi bővített atomerőművünk energiát termelni, áramot termelni, és erre mondtam én, hogy ilyen áron, ilyen 26-27 forintos kilovattóra áron már a szélerőművek is termelnek, az összes költséget beletermelve. Maga a szélerőmű, igen, nem? Csak az a probléma, még egyszer mondom, hogy a szélerőművet még egyszer meg kell építeni, és akkor az már nem lesz jó. De a dolognak az a lényege, hogy ha egyszer Magyarországnak most van egy paksi erőműve, aminek még nem ma, ugye négy blokkja van, abból kettő már meg van hosszabbítva a 2032-ig, és a másik kettőnek a meghosszabbítása is folyik, és ez egy pici pénzbe kerül már, ez 10 milliárdok ez a pici pénz, de azért a semmi a nagy beruházáshoz képest, és ezt simán meg lehetne csinálni, miért nem nyerünk ezzel időt? Tehát ez lenne az értelmes megoldás. Most 2032-37-ig ezek mennének, és majd meglátjuk, 5 év múlva, 8 év múlva, hogy alakul a piac, hogy alakul a technológia. A mai technológiai szinten ezt Magyarországon nem tudjuk olcsóbban megoldani, mint atomerőművel. És aztán az egy más kérdés, hogy persze ezt a mi véleményünk szerint versenyben kéne csinálni, a mi véleményünk szerint társadalmi konszenzussal kell csinálni, meg kell mutatni a társadalomnak, hogy tényleg ez-e a legolcsóbb megoldás. Tehát én ezt most mondom, de ez nem elég, ezt tényleg a szakemberek nagy többségével meg kell vitatni. Ez így működik. Mire ez a sietség? Mit érünk ezzel el azon túl, hogy elkötelezzük magunkat nem egy évre, nem két évre, hanem hosszú-hosszú évtizedekre, a következő kormányokat is, az adósságteherrel, és hogyha mondjuk a MOL részvényeknél annyira küzdöttünk, hogy ez nemzet gazdasági érdek, és nemzet biztonsági, nemzet stratégiai érdek, hogy egy nemzeti stratégiai cég részvényei, és azok egy része ne legyen orosz kézbe, és ezért pénzt nem sajnálva visszavásároljuk, tehát a MOL részvényekért küzdünk, akkor az energiapiacunkat meg 100 évre
gyakorlatilag, nem is eladjuk, de mégiscsak valamiféle szerződés révén az oroszok felé elkötelezzük? Igen, ez egy nagyon nagy kérdés, és senki nem érti. Annyira titokban történt ennek az egész lépéssorozatnak az előkészítése, hogy lehet olyan gyanunk, hogy nem biztos, hogy mindenki minden szempontot a döntés során figyelembe vett. Ugye van olyan vélemény, a szakértők egy részében, nem a többségében, de van egy részüknél olyan vélemény, hogy Németország ugye leépíti az atomerőműveit, és ezért Németország drágább energiával fog dolgozni, mint a jelenlegi árszint. Ez tényleg látszik, hogy emelkedik a bizonyos energia árak szintje ott, és akkor majd Magyarország oda be fog szállítani energiát. Hát ez a nagy ötlet. Olvashattuk a Népszabadságban, hogy állítólag igen, erre utaló tárgyalások voltak. Tehát, hogy a német ipar olcsó energiával való ellátása miatt fogunk mi bele ebbe a nem kicsi üzletbe. De ezt én megint nem értem. Az egész világon, így Németországban is energia bőség van. Így van. Többlet van. Így van. És nem hiszem, hogy arra számítanak, vagy olyan jövőben látóak a német közgazdászok, hogy azt mondják, hogy gyerekek, az tuti, hogy 25 év múlva nem lesz energia többlet. Így van. És ez az árszint... Akkor bocsánat, akkor van logikus magyarán, vagy nem, erre ennek a német logikus vonalnak? Ha valaki erre bazírozott, ez megint csak csacsiság. Ez az árszint, ami majd akkor kijön, amikor megvalósul ez a beruházás, ez az árszint egészen biztosan nem lesz versenyképes az akkori általános európai árszinttel. Tehát ennek következtében ez, mert egy új építkezés, egy új atomerőműnek az a bekerülési árszintje mindig is magas, mindenhol magas, nem csak nálunk magas, mindenhol magas. Ezt átmenetileg el kell viselnie minden országnak. De hogy a németek elviseljék, hogy ezért ők kapjanak tőlünk drágán áramot, ez teljesen ki van csukva. De most a németek azért segítenek nekünk, például mondjuk az unió illetékeseinél lobbizni, hogy majd, bár most annyi energia van, hogy nem tudják felhasználni, a piacon is hihetetlen olcsó, ez ugye visszavezethető oda, hogy a gazdasági világválság, ipar, áramfelvétel csökken, termelés csökken, tehát gazdaság teljesítő képességéhez köthető ez is. Egyébként az Európai Uniónál nem lehet ezt kilobbizni, ez tiltott állami támogatásnak fog minősülni, ha Magyarország nem engedi be az árakba valóban, hanem fölvesz rá hitelt és külön törlesztés, ez külön rendezi el, az tiltott állami támogatás lesz. Ez ki van csukva, hogy ezt az Európai Unió megengedje? Tehát komoly német támogatásról és ilyen típusú tárgyalásról nem beszélhetünk, mert komoly német tárgyalófél komolyan erről nem tárgyal. Ezt így kijelenthetjük? Én természetesen tudni nem tudom, tehát én ezt nem tudom mondani. Elméletben én azt tudom mondani, hogy azok a számítások, amelyeket ennek alapján el lehet végezni, azok arra utalnak, hogy itt csacsiságok tömkellege van az asztalon, ahelyett, hogy mindenki világosan és nyíltan beszélni. Tessék elmondani, hogy mire gondolnak, mi az elgondolás, és ezt meg kell beszélni a társadalomban, és akkor lehet, hogy ebből mögött van valami értelmes dolog, de amit eddig elmondtak, az biztos, hogy nem működik. Hát már, ha visszaemlékszik, tavaly októberben Indiában azt mondta a miniszterelnök, hogy 4-5 éven belül az Unióban Magyarország lesz az egyetlen, ahol a legolcsóbb lesz az elektromos áram ára, és ezt még tudjuk biztosítani a mi saját magunknak az elektromos áramot 70%-ig. Tehát, hogy szerintem akkor is valami ilyenről beszélt, csak nem a paksi ár az valóban viszonylag olcsó, de egy jelen pillanatban energia túlkínálatos piacon miért kell nekünk mindig mindent magunknak csinálni? Miért nem jó az nekünk, hogyha együttműködés van a szlovákokkal, a csehekkel, az osztrákokkal és minden normális országgal itt körülöttünk? Az Európai Unió nem arról szól, hogy ebben együttműködünk és közösen csinálunk energiapolitikát? Ráadásul most ebben már nem lesz időnk belemenni, de ott van ez a bizonyos palagáz. Tehát erről most egyre többet hallunk, olvasunk. Ez a lengyeleket érinti elsősorban. No, de például, hogyha olcsó energiára lesz szükségük a németeknek, majd nem a lengyelektől lesznek, hanem drágább tőlük. Közelebb lesznek, icipicit olcsóbb lesz, jóval olcsóbb lesz, hogy világosak legyünk. Tehát ezek álmok, ezek vágyálmok, mondhatnám azt, hogy Lázár álmok, nem valóságok. Hát drága Lázár álmok ezek. Köszönöm szépen, hogy itt van. Én is köszönöm.